Egy újabb állomásához érkezett, a Mindenkinek becsengettek. A program egy 10 héten át tartó workshoppal folytatódik Nyíregyháza óvodáiban, iskoláiban. Az osztályokban együtt lehetnek az egészséges és a fogyatékkal élő diákok. A Down Egyesület 2009-ben indította el a Mindenkinek becsengettek elnevezésű programot. Ennek lényege, hogy az egészséges gyerekek és a fogyatékkal élők együtt tanulhatnak, egy közösségben tölthetik mindennapjaikat. A program célja, hogy az oktatási intézményekben az inkluzív nevelés egyre nagyobb teret nyerhessen nálunk is. Az oktatási rendszerünknek nyitottnak kell lennie a befogadásra, a segítésre, és módszert kell találni az eltérő fejlődésű gyerekek tanítására is. Az elmúlt héten Nyíregyházán is hivatalosan elindult az a 10 héten át tartó programsorozat, amelyet egy pedagógusoknak szervezett értekezlettel nyitottak meg. A cél most is az, hogy az egészséges és a sajátos nevelési igényű, valamint a fogyatékkal élő gyerekek minél több időt tölthessenek el egymással az oktatási intézmények keretein belül. A Mindenkinek becsengettek program az elmúlt 8 év alatt több hazai, romániai és ukrajnai városban is zajlott, közel 10 000 gyermek és 21 ezer felnőtt bevonásával. A pedagógusok tapasztalatot cseréltek egymással, az integrált oktatással kapcsolatban is. Kisari Károly a vendégem, jó estét kívánok! Miből fog állni ez a 10 alkalmas, vagy 10 héten át tartó programsorozat? Hogyan fog egyáltalán felépülni? Hát a programban, következő 10 hétben fogyatékkal élő gyerekek speciális intézményben, többségi iskolákba vagy óvodákba fognak elmenni, gyógypedagógus, vagy pedig őket ismerő pedagógus kíséretében, és olyan készségfejlesztő órákon, foglalkozásokon fognak részt venni együtt, amiben mindenki megtalálhatja az örömét. És hát a program végén pedig be fogják mutatni azt a produktumot, amit ők ez alatt a programidőszak alatt előállítanak, és egy programzáró eseményen be fogják mutatni a családjaiknak, és hát egy szélesebb közösségnek is. Tehát ez azt jelenti, hogy 10 héten át folyamatosan ott lesznek abban a közösségben. Tehát nem csak alkalmanként mennek át, ahogyan én most az előbb megkérdeztem, hanem folyamatosan abban a közösségben lesznek. Igen, ez nagyon fontos folyamatban vagyunk most, hiszen a mostani workshopon a pedagógusokat vontuk be, de hát be lesznek vonva a szülők, a gyerekek szülei, a többségi gyerekek szülei, a fogyatékkal élő gyerekek szülei, talán azok is értesülnek majd erről a programból adott oktatási intézmény, vagy intézményen kívül, akik amúgy nem vesznek részt, de mondjuk figyelemmel kísérik ezt. Szóval, hogy most elindult Nyíregyházán egy olyan 10 hetes, több mint 10 hetes, hát már elkezdtünk ezt pár hónapja, szerveződés, ami megint egy kicsit azt gondolom reflektorfénybe állítja az inkluzív nevelésre, a befogadó nevelést. Nyitottak-e az iskolák erre, vagy pedig akik már korábban is jelentkeztek a programra, ők most újra fellelhetők a jelentkezők között? Hát nagy örömünkre szolgál, hogy akik eddig benne voltak, ismét benne lesznek, és hogy vannak új oktatási intézmények, akár óvodák, akár iskolák, úgyhogy fejlődik a program, és az érdeklődés az pedig ott van a pedagógusokban, intézményvezetőkben, szülőkben, gyerekekben, úgyhogy megy a program. Én akárhol megemlítem ezt a programot, egy-két iskolát mindig mondanak, hogy ja, igen, tudom, ők már benne voltak, de hát akkor ezek szerint idén is benne lesznek. Tehát vannak iskolák, akik, vagy amelyek egy picit előrébb járnak az inkluzív nevelésben? Én azt gondolom, hogy mostanában talán kevesebbet gondolnak a pedagógusok az inkluzív nevelésre, hiszen sok egyéb mással is kell foglalkozni. Ezzel van a köznevési rendszernek egy alakulása, átalakulása, ami időt, energiát, odafigyelést vesz igénybe tőlük, és talán ezekre a szakmai dolgokra nem annyira tudnak reflektálni. Mi most abban segítünk azzal, hogy mint szervezők ezt a programot ismét megszervezzük, hogy egy kicsit másfajta dolgokra is rá tudjanak koncentrálni. Az látszik, hogy ez nem egy... Én azt gondolom, hogy a többségi gyerekek készségeit is fejleszti. Az empátia, a tolerancia, az együttérzés, a kooperációra való hajlam, ezek olyan készségei lesznek a gyerekeknek, akik részt vesznek ebbe a programba, amit tanítási órákon
nehezen lehet könyvekből egy frontális oktatással átadni. Én azt gondolom, hogy azok a pedagógusok, akik most belevágtak ebbe a történetbe, hát egy kísérletező, nyitott emberek, és valahol ott van a másik motiváltság az, hogy segíteni akarnak a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedésén, szóval valahogy ügynek érzik ezt az egészet, szóval egy szakmai része ennek és egy ügy része, hogyha így lehet nézni. Örülök, hogy arról is beszélt, hogy ez a többségi gyerekeknek is a hasznára válhat, hiszen legtöbbször az inkluzív nevelésben a fogyatékkal élők integrációjáról beszélnek, és a másik oldalról nem, hogy a másik oldal is tanulhat mindebből. Az viszont szerintem egyfajta előrelépés is, hogy ma már a pedagógus képzésbe be van építve az inkluzív nevelés, illetve egy önálló területként is választható terület az inkluzív nevelés tanára, van is egy ilyen szak itt az egyetemen is. Jó ez? Választják-e? Mi a tapasztalat? Az látszik, hogy tanulnak a pedagógusok erről a történetről, de zömében nem találkoznak fogyatékkal élő emberekkel. Szóval, hogy elméleti síkon, Magyarországon már egész régen ott van ez a differenciált oktatási modell, és az inkluziónak valamilyen csirája, de hogy nem tud átlendülni a gyakorlatban. Ami viszont a többségi gyerekeknek... Miért nem lehet megvalósítani a gyakorlatban ön szerint? Én azt gondolom, hogy a többségi gyerekeknél is, ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy nem vagyunk egyformák. És hogy azzal, hogy a mi intellektusunk ez épp, mondjuk felül tudunk érni tanulási folyamatokkal bizonyos ösztöneinket, vagy pedig bizonyos viselkedéseinket, amik amúgy a háttérben ott lehetnek, de nem mutatjuk ki. Mondjuk nem mutatjuk ki az érzéseinket, mert megtanultuk nem kimutatni egy érzést. Viszont a fogyatékkal embereknél, ez az értelmi fogyatékkal előknél, ez talán nem olyan erősen van ott ez a tanult folyamat. Ez a kontroll, igen. És ezáltal a pedagógusok, amikor együtt vannak ilyen helyzetekben a fogyatékkal élő gyerekeknél, igazából ugyanazokat a dolgokat látják élesben, mint amit amúgy lehet, hogy nem mutatnak ki a gyerekek, akiket nap mint nap tanít. És a gyerekeknek is ez egy érdekes folyamat, hogy látni azt, hogy ezt így is lehet csinálni. Szóval, hogy ez egy nagy tanulási folyamat mindenkinek, és hát az látszik, hogy sikeres szokott lenne ez a történet. A végén van egy happy end, és utána pedig egy ideig azért mindenképpen ott van egy lenyomata minden szereplőben ennek az egész több hónapos folyamatnak. Mennyi munka és milyen jellegű munka van ebben a programban, a Mindenkinek Becsengettek elnevezésű programban, hiszen ez már nem csak itthon, hanem Romániában, Ukrajnában is megy. Most már Szlovákiában is. Hát, bővül a kör, persze. Hasonló beállítottsága van az ottani oktatási rendszernek, ez az inkluzió, ez a befogadó nevelés, ez valahol egy EU-s norma, hogy mindenki a lakóhelyéhez a legközelebb megtalálja számára megfelelő köznevelési intézményt. Úgyhogy valahol van egy ilyen külső nyomás is ebben, de az is látszik, hogy az a befogadó nevelésben benne van az is, hogy a zsenit is el kell fogadni, és a tehetséggondozás az egy másik kiszakító erő mondjuk egy közösségből, de hogy ezeknek az oktatási tudásoknak, ez a differenciált oktatás például lehetőséget ad, hogy a zseni és egy fogyatékkal ugyanabban az osztályban járjon, miközben a saját képességeihez képest a legjobbat hozza ki magából. És ez az út, amiből elmegyünk mondjuk A-ból B-be, az egy frontális oktatásból, egy differenciált oktatásba, a környező országokban is nagyon hasonló helyzetben van, úgyhogy nagyon nyitottak arra, hogy együtt működjenek velünk. Az, hogy ez a fajta oktatási forma, illetve hát eleve ez a differenciálás megtörténjen, vagy megtörténhessen az iskolákban, vagy átálljanak, mindegy, hogy melyik szót használom, szemléletkérdése, vagy a gyakorlati megvalósításban nehézségekbe ütköznek, vagy ütközhetnek a pedagógusok. Ugye sokszor lehet hallani, hogy ahol van egy-két fogyatékkal élő gyermek, oda kellene abba az osztályba a pedagógiai asszisztens például, amit nem kap meg a pedagógus. De ez csak egy példa, amit kiemeltem. Látnak-e még hasonlót? Több, szóval a csillagok együttállásának nagyon meg kell lennie ahhoz, hogy ez sikeres tudjon lenni ez a program. Akár a szakmai, akár az infrastruktúrális, a mentális háttere, az, hogy a pedagógus is elkötelezett ebbe, a szülők is elkötelezettek, van hozzá eszközük, van hozzá pedagógiai programjuk, van hozzá könyvük. Hogyha ezekből bármelyik hiányzik, nem fog működni a rendszer. És ebben van egy, ez adhat egy bizonytalanságot mindenkinek, aki benne van, hogy még pont az, ami esetleg nem működhet. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, figyelemmel kísérjük a programot. Köszönjük.